Vendégem az Ocean Hills frontembere, Téglás Zoli. Szia Zoli, üdv újra. Szia. Magyarországon. Igen. Másfél év után tértél ismét haza Amerikából. Mi volt az első dolog, amit itthon csináltál? Hát ettem egy kis jó finom magyar kaját, mert Amerikában nem lehet igazán kapni magyar fűszert, magyar bármit, szóval az zabáltam, az az első. Mit főztek neked? Hát csak bableves és gulyás minden nap, két hétig. Igazából jól tartod magad, ahhoz képest, hogy bablevesen és gulyáson éltél. Kicsit mesélj nekem az elmúlt másfél évről. Ugye az Ocean Hills-t, amikor megalapítottad, akkor nagyon-nagyon rossz ütemben érkezett ugye a pandémia. Nem nagyon tudtatok koncertezni, megállt az egész zenei élet. Hogyan élted ezt meg, ezt az időszakot a kezdetekkor? Hát én nem tudok panaszkodni, csak az, hogy 5-6 ember, akit ismerem, elég jó barátom, meghaltak a Covid-tól. De az én családom, sokan beteg lettek tőle, de senkinek volt nagyobb baja, hál' Istennek. Szóval csináltuk ezt az Ocean Hills lemezt, keményen dolgoztunk vele, kaptunk egy nagy világ szerződést, mindenhol, Németországban, Amerikában, Dél-Amerikában. Hát ugye Németországon keresztül mi még beszélgettünk. Igen. Akkor csináltam a szerződést. És kaptunk a lehetőséget a Scorpionsnak nyitó zenekar lenni, utána Nightwish, ami ilyen hatalmas nagy zenekar, és akkor utána Alter Bridge Amerikában, és akkor jött a Covid. So, game over. És akkor onnantól kezdve elkezdtél inkább dalokat írni, vagy gondolom nem roskadtál össze. Mi volt utána a következő lépés? Hát mikor bejött először ez a Covid dolog, elég keményen megütött az Amerikát, és az emberek hipóval tűrülték le a kajákot, nem mindig kivett fegyveret, ott kicsit Amerikában megbolondok az emberek. Akkor ezek nem városi legendák, tényleg az volt, ami... Nem, ami... sorba álltak, több a fegyver el volt adva ez az évben, a Covid alatt, mint az egész amerikai hadsereg vett. Több emberek vettek maguknak. Kicsit megbondultak az emberek, szóval az első 6 hónap nem tudtad, hogy hónap mi fog jönni. Szóval az egy kicsit durva volt az a rész. De a másik részem jó volt benne, hogy lelassult az életem, nem tudtam sehova menni. Meg is találkoztam a gyerekeimmel. Mondja, ki vagy? Mondom, apukád vagyok. Mert mindig, még mikor zenélsz, turnész 7 vagy 9 hónapot, és nem vagy otthon sehogy. És igazán én nagyon szerettem a Covid-ot, mert nem is tudtam elmenni sehova, és le kellett állni az életem, és láttam, hogy milyen jó az, mikor csak a családról vagy. Ezek szerint akkor az egyik legjobb dolog az volt, hogy akár a gyermekeiddel lehettél. A legjobb. Mire emlékszel vissza, milyen programokat csináltatok? Mert szerintem ez rendkívül felemelő, akár egy zenésznek is, hogy végre van egy olyan kis időszak, amikor a családjával aktív és nagyon pozitív időt tölthet. Hát én megtanultam, hogy kell építeni YouTube miatt. Apukám meghalt, és ott hagyja rengeteg ilyen szerszámok, és Amerikában könnyű szerkezett minden, szóval csináltam ilyen mindent építettem. Úgy néz ki a hátsó rész a háznak, a kert, mint egy gyereknek mondjuk az álmai. Minden van, csúszda, ilyen trampolin, mindent csináltam. YouTube-ról megnéztem, volt időm, és szóval az egész ház ilyen gyerek imádó ház, ilyen imádnak ott, mindenki jön át hozzánk. Akkor ez egy pozitív hozadék. Mi újság az a kaliforniai pelikánok mentésével? Hát az egy negatív dolog. Van, két nap mielőtt jöttem Magyarországra, kitaláltuk, hogy az ember már 4 évig tépje le a szárnyákat a pelikánokról, rálép, és letépje a szárnyák egy ember. És kiderült, ki az, csak nehéz, nagyon nehéz ötet lefilmezni, mert kimegy nagyon mélyre, messzere az ő hajójával, és ha mész utána, akkor addig megy, ameddig nem lát téged, és akkor ott csinálja. Szóval egy nagyon bolond ember kijön, ilyen puskákos, ez maga az, és most csináltam egy hatalmas nagy media campaignt, szóval a BBC, CNN, mindenkinek volt, bemutattuk, hogy ez Dél-Kaliforniában, ez így megy. Vagy valaki bántja szegény pelikánokat. 280 pelikánt hoztunk be 2 év alatt, hogy letépett szárnyal, de abszolút le van téve, innen le. Zoli, hamarosan folytatjuk a beszélgetést többek között a filmezésről és a zenéről, de most tartunk egy rövid szünetet. Folytatjuk a beszélgetést Téglás Zolival. Szia Zoli! Szia! Ott tartottunk, és azt ígértem, hogy a színpadról és a családról áttérünk a filmvászonra, mert hogy többek között a Terminátor legújabb részében is lehetett téged látni. Hogy jött ez a lehetőség? Mikor volt ez a forgatás? Hát azt hiszem,
két is fél éve, a Covid előtt, majd egy-két-három hónap a Covid előtt, akkor volt a fordítás Magyarországon. Ez hogy néz ki nálatok? Van egy olyan menedzsered, aki a zenével foglalkozik, van egy olyan, aki a színészi pályádat, karrieredet egyengeti, vagy ez egy és ugyanaz? Igen, igen, van itt Magyarországon egy film menedzser nekem, Amerikában is van egy filmbe, és a zenébe is van egy menedzser, van lemezházassága is még. És akkor innentől kezdve lehet, hogy láthatunk téged majd különböző amerikai, akár hollywoodi filmekben, akár lesz egy következő forgatás, nem tudom. Nem mondják meg, hogy mi lesz, de én azt hiszem, vagy egy Will Smith, vagy egy Tom Cruise film, amit most fogják csinálni, helikopterpilóta leszek benne. Milyen élményt ad neked, vagy mit tudsz ilyenkor átélni, amikor a filmvászonon vagy? Mert szerintem azért más impulzus jön be ilyenkor egy rockstárnak, nem ugyanazt az élményt kapod, mint amikor mondjuk 15 ezer ember, vagy 30 ezer ember előtt zenélsz. De itt is egy fura érdekes élmény lehet. Én csak arra emlékszem, hogy én egy kis paraszt gyerek vagyok Veresítházról, és most már forgatok a Terminatorba. Vagy egy kis faluba számoztam Veresítházon, és kint játszok 20 ezer ember előtt Amerikában valahol. Vagy most volt a Ringo Starr-nak a születésnapja tegnap, és de akkor mindenkinek kérte Peace and Love, és küldtem neki Peace and Love, és visszaküldtem, és ismerem őtet. Csak azért, mert Amerikában lakok, és valahogy összetalálkoztam vele. Szóval én nem felejtem el, hogy lucky. Szerencsés vagyok, mert ilyen magyarikai feje van nekem, tudod, magyar szívem, amerikai fejem, és ha mondják, hogy hey, van lehetőség, mondom, jövök, megyek. Szóval én hálás vagyok mindenre. Említetted, hogy két héten keresztül gulyást tettél, itthon voltál, babgulyást tettél Veresegyházán. Mi a következő lépés? Meddig vagy Magyarországon, és hova tovább? Én most megyek el Magyarországról, és akkor megyek a Hawaii-ba és Szingapúrba, és augusztusban jövök vissza Magyarországra, ezt a filmet csinálni, és akkor visszamegyek, azt hiszem Kanadába megyek, és akkor most már szennyezem a levegőt. Én nagy, hogy mondjuk ilyen... Világutazó vagy. Védjük meg a fákat, de szennyezzük a levegőt, mert mindenhova repülök. Aki jól ismert téged, az láthatta a közösségi oldalaidon, hogy egy egészen szép bajszot növesztettél. Most kíváncsi lennék arra a bajuszra, hogy mi volt ennek az oka? Egyszerűen jött a magyar életérzés, vagy valamelyik film miatt kellett ez? Vagy... Egy 70-es évek film mafioso, ír mafioso kellett lenni. Szóval azért csináltam azt a bajuszt. És szerintem még egyszer fogom csinálni. Jól állt. Mert rengeteg izét kaptam tőle, rengeteg más lehetőséget egy bajusz miatt. Ennyit számít. Viszont azt is ígértem, hogy visszatérünk egy kicsit a zenére, Ocean Hills. Hogy álltok esetleg új albummal, új videoklippekkel? Mi a helyzet a zenekar házatáján? Azt hallottam, hogy egy Lukács Petr vent volt itt tegnap, és a mám ott volt nálam, Veresen, 3 napja már, és most csinálunk 2 új számot. Most kezdjük még egyszer. Videoklip? Hát először szám kell, és akkor jön a videoklip. De mi hasznos srácok, ez egy magyar csapat, akarunk velük dolgozni még egyszer, mert nagyon szépen ők csinálták a videoklipeket nekünk, mi hasznos srácok. És Magyarországon olyan tehetséges emberek vannak itt, olyan jó minőségi forgatás, film, videó emberek, hogy hihetetlen mennyi sok jó tehetséges zenész és ilyen ipari, hogy mondjuk filmipari emberek vannak itt Magyarországon. Zoli, ígérd meg, hogy elkészíted az új Ocean Hills dalt, hoztok majd egy klippet, azt bemutatod itt nálam. Jó, benne is leszel. És köszönöm szépen, és további jó forgatás majd akkor, hogyha a jövőben jönnek még a filmes lehetőségek. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.